Aparhanton működtetett egy szarvasmarha telepet egy család, az állatok felvásárlására és eladására létrehozott családi vállalkozás ügyvezetője egy fiatal nő volt, de csak papíron. Ténylegesen édesapja irányította a céget. 2013-ban döntöttek úgy, hogy több százmillió forint értékben vesznek szarvasmarhákat. A vásárlást hamis számlákkal igazolták, amiket négy másik cég vezetője állított ki nekik, mint a tőlük vették volna az állatokat. Ezen a módszerrel a KFT az áfát és a társasági adót is jogellenesen csökkentette, feltehetően több mint 174 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Ez szúrt szemet az adóhatóságnak, mondja Páli Péter, a Tolna megyei főügyészség helyettes sajtószóvívője. Annak érdekében, hogy az áfát, az állatok értékesítését követően el tudják számolni, ennek érdekében különböző gazdasági társaságoktól fiktív számlákat szereztek be. A harmad, negyed, ötöd és hatodrendű vádlottak, ezeknek a fiktív számlákat kibocsátó gazdasági társaságoknak voltak az ügyvezetői. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és a számvitelrendje megsértése miatt emelt vádat a Tolna megyei főügyészség. Az elkövetéskor 23 éves nő és édesapja, valamint további négy cégvezető ellen. Az ügyészség valamennyiük esetében pénzbüntetés, négy vádlottal szemben börtönben végrehajtandó, egy esetben felfüggesztett szabadságvesztés, egy esetben pedig elzárás kiszabását szorgalmazza a szexádi törvényszéknél, valamint javasolja eltiltásukat a gazdálkodó szervezet vezetésétől.